Nemrég még hóesésre ébredtünk, most pedig nyárias az idő. A szélsőséges időjárás és az általános tavaszi fáradtság miatt még a kisebb feladatok is hamarabb kimeríthetnek minket. Ennek oka, hogy az egyre hosszabbodó nappalokkal a több fény hatására az alvást szabályozó melatonin szint csökken, míg a szerotonin szint növekszik, és ez megváltoztatja testünk biológiai óráját. Bár hormonháztartásunk alkalmazkodik az évszakokhoz, az átmeneti periódusok jellemzően megterhelik a szervezetünket, ami számos tünettel jelentkezhet. Elsődlegesen az, ami benne van, a fáradtság, ott az aluszékonyság, energiahiány, egy kicsit a kedélyállapota romlik az embereknek, kevésbé tudják motiváltá tenni magukat, akár a fizikai munkára, akár pedig egy-egy mentális munkára. Ráadásul most az otthoni munkavégzés és az állandó bezártság sem könnyíti meg a helyzetünket, hiszen emiatt is fáradékonyabbak vagyunk. A legtöbben még mindig a tavaszi fáradtság kifejezést használjuk a jelenségre, de valójában ma már inkább krónikus fáradtságnak mondják a szakemberek. A vitaminraktárak eltűntek a szervezetből, tehát mindenképpen ezeket kell majd feltölteni a primőrökkel, a zöldségekre, a gyümölcsökre egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, illetve kimenni a levegőre. Hiszen nagyon jól tudjuk most már azt, hogy a D3 vitaminhiány az megjelent az emberek szervezetében. Már itt van a napfény, ki kell menni és pár percet sétálni, mindenféleképpen jót tesz, illetve maga a séta, amiről ma már kimutatják azt, hogy ha használjuk a lábunkat, ha sétálunk, napi 20-30 percet, akkor rengeteg olyan receptor keletkezik a testbe, ami segíti azt, hogy a sejtek fel tudják venni a tápanyagokat, illetve olyan boldogsághormonok tudnak termelődni a testbe, ami tud segíteni abban, hogy egy kicsit motiváltabbak leszünk, és másképp nézünk a világra, önmagunkra és az életre. Az óvodások minden nap alszanak ebéd után, ami tavasszal ráférne a felnőttekre is. A szakemberek szerint ugyanis a napozás és a vitamindús táplálkozás mellett a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás is sokat javíthat a helyzeten.